Kőbánya egyik legnépszerűbb parkjában, az Óhegy Parkban kapott helyet a pontvadászat elnevezésű mozgásra ösztönző játék. A pontvadászat lényege, hogy a megadott helyszínen a térkép segítségével a résztvevők minden kijelölt pontot megkeressenek. A pontokon izgalmas információkra és kihívásokra találnak. Az Óhegy Park folyamatosan fejlődik, hiszen a futókör, egyéb sportolási eszközök évek óta rendelkezésre állnak, és azt gondolom, hogy ez így is kell, hogy legyen. Minél többet, minél változatosabb módon tudjunk mozogni, sportolni, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Most ismét egy különleges dologra készülünk, ismét gazdagodni fog Kőbánya, gazdagodni fog az Óhegy Park, egy olyan tájfutó létesítménnyel, amelyet szerintem úgy az iskolások testnevelés órán, mint az idősebbek, vagy egyáltalán a mindennapos sportolásukat végző középkorosztály is mesteri módon tud majd használni. Nagyon köszönöm az Aktív Magyarországért Államtitkárságnak, hogy Kőbányát is helyszínül választotta. Bízom benne, hogy nem az Óhegy Park lesz az egyedüli, ahol ilyen tájfutó pontokat ki tudunk jelölni, hiszen több kiváló nagy parkunk van még. A Sportligettől egészen a Népligetig, vagy ha egy másik irányt húzunk, el tudom képzelni, hogy a Rákospatak mentén is alakítsunk ilyen útvonalakat, hogy ezzel is biztosítsuk, gazdagítsuk a mindennapos mozgás, sportolás lehetőségét. Hogy nagyon köszönöm, hogy ez a létesítmény itt létrejött, ez a program eljött Kőbányára. Propagálják, hirdessék minél többek körében, és csatlakozzon ez is, az már elintott egyéb mozgalmainkhoz, csatlakozzon a nordikozáshoz, a mindennapos testedzéséhez az idősebbeknek. Úgyhogy szerintem most ki is fogjuk próbálni. Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság célja, hogy mozgásra és ezáltal egy egészségesebb életre sarkalja a lakosságot. Ennek érdekében számtalan programjuk létrejött már. A most létrehozott program célja is az, hogy egy újabb lehetőséget biztosítson az emberek részére, hogy mozogjanak a mindennapokban. Szívesen jöttem ide vissza hozzánk, mert ugye innen Kőbányáról indultam el én is, most is itt lakom, és nagyon sok minden köt ide engem. És amikor felvetődik egy-egy új program, akkor mindig keresünk, hogy hol vannak azok a helyek, ahol örömmel és szívesen látnak minket, és azt kell mondjam, hogy polgármester úrral mindig egy sófra jár az agyunk, és minden programban a kőbányi önkormányzat valamilyen érthetetlen okból kifolyólag benne van. Tehát épült már ide kerékpáros prumpapálya, most nyert a kőbányai önkormányzat pénzt Görpark pályára, és számos programot hozunk ide. Az egyik, ami nagyon érdekes lesz, hogy Kőbánya is azok között a települések között lesz, ahol ősszel el fog indulni a mozgás receptre program. Tehát amikor ősszel elmennek a házi orvoshoz, és valamilyen kezdődő bajuk van, akkor a házi orvos az nem csak gyógyszert fog felírni maguknak, hanem azt is felír maguknak, hogy mit mozogjanak, milyen intenzitása és mennyit egy héten. 25 ilyen település lesz Magyarországon, és az egyik ezek közül Kőbánya. És most itt vagyunk újra, más nem tehetünk, hiszen nekünk Aktív Magyarországért felelős államtitkárságnak az a feladatunk, hogy vegyük rá az embereket, hogy mozogjanak többet. És hát hogyan is lehet megszólítani az embereket, ugye ez az egyik legnagyobb kérdés. Hát lehet próbálkozni az ijesztgetéssel, és azt mondani, hogy ha nem mozogtok, akkor nagyon rossz lesz nektek. És az a tapasztalat, hogy próbálkozhatunk ezzel, de az emberek nem hajlandók megijedni. Ugye a cigis dobozokon is rajta van mindenféle ijesztő felirat, meg ijesztő képek, és az emberek ezt megnézik, és utána ugyanúgy rágyújtanak a cigarettára. De van egy másik lehetőség, és mi ebben a másik lehetőségben hiszünk. Ez a másik lehetőség, ez pedig az, hogy élményt kell nyújtani az embereknek. Hogy nem azt mondjuk, hogy ha mozogsz, akkor majd 20 év múlva jó lesz, hanem ha kijössz és eljössz egy mondjuk egy pontvadászat játékra, azzal a közösséggel, akivel együtt vagy, legyenek iskola, osztály, nyugdíjas klub, nagycsaládosok egyesülete, bármi, akkor te már aznap este úgy fogsz lefeküdni, hogy jobban érezted magad, és valami jó élményben volt részed. És ugye nagyon fontos, hogy ebbe az irányba elmenjünk, hiszen tudjuk azt, hogy az egészségállapotunk szempontjából meghatározó az életmódunk. Az életmódunk az több mint kétszer olyan nagy mértékben határozza meg az egészségállapotunkat, mint mondjuk a házi orvosi ellátórendszer, vagy az egész egészségügy együtt. Úgyhogy érdemes erre odafigyelni. Ennek a játéknak az a lényeg, hogy ez egy igazi játék. Nem kell vérre menő küzdelmet folytatni. És a játék az úgy néz ki, hogy a Tájfutó Szövetség, Kovács Balázs elnök urat köszöntöm, 38 pontot elhelyezett itt a parkban.
ne tessék megijedni, ez a 38, ez egy ijesztően nagy szám. Nem kell mind a 38-at megkeresni, hanem kiválasztunk, vagy a játékszervező kiválaszt mondjuk 8, 10, 12 pontot, és a 12 pontot kell megkeresni egyénileg, vagy csapatoknak, az embereknek. De ráadásul, hogy ne csak a gyorsaság számítson, hanem ami itt a fejben van, ezekhez a pontokhoz még mindenféle furfangos, illetve kevéssé furfangos kérdéseket hozzá lehet rakni. Helyismeretből, matematikából, sportból, bármit lehet, életmódból, bármilyen kérdéseket lehet generálni, és amikor az ember végre megtalálja a pontot, akkor megválaszolhatja a kérdést. A pontvadászat helyszínei országos szinten folyamatosan bővülnek. Ebbe a bővülésbe remélhetőleg a jövőben Kőbánya további helyszínei is beletartoznak majd. Ezeket a játékokat a skandináv országokban nagyon nagy mennyiségben, mértékben játsszák. Azt szokták mondani, hogy Stockholm környékén minden hétvégén van körülbelül 100 ilyen típusú tájfutó verseny legalább, ahova fiatalok, nyugdíjasok, családosok kimennek és játszanak, és nagyon-nagyon jól érzik magukat. Úgyhogy ebből a skandináv tájfutó világból szerettünk volna Magyarországra menteni valamit. A sajtó kedvéért elmondom, hogy az idei nyárig 30 tájfutópályát szeretnénk kiépíteni itt Magyarországon, és évvégéig még további 20-at, jól mondom a számokat, tehát évvégéig 50 ilyen pálya lesz. Természetes, hogy Kőbánya első között szerepel ezen a listán, azt hiszem, hogy ez a 11. pálya, ami elkészült. A pontvadászat elnevezésű élménysport program a Tájfutó Szövetséggel együttműködésben jött létre. A szövetség a szakmai tudását adva segítette a program létrejöttét. Egészen impresszív és egészen döbbenetes élmény volt számomra, hogy államtitkár úr mennyire részleteiben felkészült ebből az egész tájfutó történetből, és mennyire ismeri ennek a pontvadászat programnak a részleteit. És annak nagyon örülök, hogy államtitkár úr és polgármester úr is kiemelt, hogy keresik azokat a sportolási lehetőségeket, amiket behozhatnak a kerületbe és behozhatnak a parkba. Öröm itt szétnézni, futókör, játszóterek, és nagyon jó, hogy mi is beköltözünk ide a tájfutással. A pontvadászatnak az a lényege, hogy a szabadidős sportolást erőfeszítésből élménnyé forgassuk át. Mindent megteszünk azért, hogy miközben a pályát teljesítitek, közben ne arra gondoljatok, hogy most szenvedtek, futtok, ne arra gondoljatok, hogy most izzadtok, hanem arra gondoljatok, hogy hol a következő pont. És ha megfogjátok a következő pontot, ahogy Máriusz államtitkár úr elmondta, a minden pontfogás jutalma egy kvízkérdés megválaszolása. Remélem, hogy tetszeni fog, igyekeztünk változatos kérdéseket összeállítani, és ezzel pontokat gyűjtötök, amit majd a végére, mikor visszaértek a célba, összead az applikáció. Mobil applikációt fejlesztettünk hozzá. Aki azt nem szereti, az persze papír térképpel is mehet, de ma a mobilos korszakban a mobil applikáció az úr. Máriusz minden részletet elmondott, pontosan úgy van, egy pályát jelöltünk ki, a 38 pontból néhányat tartalmaz, ezt fogjuk közösen teljesíteni, és itt van két versenyző, válogatott versenyző kollégánk, Mérő Dominika és Ormai Misi, akik segíteni fognak abban, hogy az applikációt mindenki tudja kezelni, és a pályát közösen tudjuk teljesíteni. Én azt javaslom, hogy együttesen, közösen menjünk ki. Az első néhány pontnál elmagyarázzuk, hogy mi merre van az applikációban, és utána már szerintem mindenki tudni fogja. Az a másfél órás online tanfolyam valóban úgy van, ahogy államtitkár úr mondta. Ennyi idő alatt el lehet sajátítani ennek az egész rendszernek és applikációnak az ismereteit. Az egyszerű dolgok a jó dolgok. De a legfőbb cél persze az, hogy mindenki jól érezze magát, és örömmel töltse el az a kint töltött idő, és az a tájékozódási feladat, amit itt kap ettől a kis programtól. A pontvadászat pálya tehát átadásra került, lelkes érdeklődők pedig fel is avatták azt. Ezen túl az Óhegy Parkban bárki bátran kipróbálhatja. Nincs más dolga, mint letölteni az applikációt, és az utasításokat követve belekezdeni a kalandos mozgásba.